sportotán sport. Ez a csodálatos, csodálatos sportos reggel. Jó, a vízilabda már az enyém is, a vízilabdát szeretem. Egy újabb sporttörténelmi dátumról beszéltünk, hogyha a Fradinál egy negyedszázados múltra emlékeztünk, amikor utoljára sikeresen bejutottak a BL-be, akkor a vízilabdával kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy közel negyedszázadi aranymentes időszak után 2000-ben, holnap lesz éppen 20 éve, sikerült aranyat nyerni a magyar vízilabda válogatottnak. Egy nagy sorozat első aranyérme volt. Ez erről beszélgetünk Kemény Dénessel, a szövetségkapitány és Kis Gergővel, az egyik aranyérem tulajdonosával, akinek mindjárt itt is van a kezében az érem, és van ezzel kapcsolatban egy sztoria, szerintem lőjük el az elején, akkor meg tudjuk mutatni a kamerába is, hogy miért is és miről is beszélünk most. Jó reggelt kívánok, ide raktam közénk a csapatot szimbolizálni az érmet. Kicsit más egyébként az előlapja, Nikkei nem a stadion fölött van, hanem így kicsit oldal, de a lényeg az a hátoldalán van. Megtudtuk a győzelem után, hogy van egy gravírozó mobil műhely a faluba, és elkezdtünk sorba állni, és nagyon vicces volt, úgy néztünk ki, mint Mos Eisley-ba, Star Wars-ba, mindenféle népek, kicsi, nagy, mindenféle bőrszínnel, mindenféle melegítőszínnel, mindenféle sportágból, mindenféle méretben, és álltunk sorba, és mindenki nézte, hogy milyen arany, ezüst, bronzérmek vannak a többieknél, meg milyen sportág lehet, és akkor így benne van a nevem a Sydney aranyérembe, ott a óriási, faluba, csodálatos. Igen, most látszott, hogy megemelted. Igen, esetleg még egyszer. Hát gratulálunk, holnap lesz a napja, hogy mondta Tamás, 8 óra 28 van, hát most Sydneyben meg nem mondom mennyi van. Mit csináltatok október 1-én 2000-ben? Mert hogy Kemény Dénes azért van most itt, és azért ünneplünk most, mert hogy holnap élő adásban fog az Ausztrál Sydney televízióban. 20 év után ott is emlékeznek még el a siker. Igen, megkerestek, volt, én játszottam is Melbourneben, egy klubcsapatban is, meg az állami válogatottban is. Még az olaszországi éveket megelőzően is megkerestek, volt játékos társaim, akik időközben azért az ausztrál pólóban fontos szerepeket vállaltak. Az egyik volt szövetségkapitány, a másik pedig a legjobb ausztrál játékvezető. Egy ilyen hosszabb riportot ők fognak velem csinálni. Na, törülünk, hogy azért nem tudom. Megelőzhettük őket a mai napon. Mekkora dolog volt az 24 év után tényleg, amely sporttörténelemről beszélünk? A vízilabda egy sikeres olimpiai sportág Magyarországon, de 24 inséges esztendő volt, amiután egyszer csak jött 2000-ben ez a Sydney arany. Mennyire volt ez nagy áttörés? Hát, hogyha a szurkolók szeretetéből mérjük le, akkor nagy dolog volt, mert nagyon megváltozott körülöttünk minden. Mondom ezt annak ellenére, hogy azért már benne volt a levegőben, hogy ez a csapat meg tudja nyerni Ausztráliában az olimpiai aranyat, mert az előző három évben már nagyon jó eredményeket értünk el, egy ezüst mellett három aranyérmet nyertünk. EB, VB ezüst, még egy EB arany, egy világkupa arany, ráadásul abban a medencében, ahol aztán rá egy évre az olimpiai elődöntőt és döntőt játszottuk. Ma egyébként az elődöntőnek van a 20. évfordulója. Egyébként ott kint mikor éreztétek, hogy ezt meg lehet? Nyilván mindenki nyerni megy természetesen, de mikor lehetett azt érezni, hogy ez... Hát én 3 perccel a döntő vége előtt, amit 5 góllal vezettünk. A 12. gólnál volt egy ilyen, ez megvan, valami ilyesmi. Javarabb. Klasszikus hát mondat. Ő neki könnyebb nyilván, vízből, de az olyan, mint egy apuka. Ebben az esetben, aki aggódik akkor is, hogyha minden úgy tűnik, hogy minden rendben van, azért addig, ameddig aznak nincsen vége, addig bármi történhet, és tényleg, amikor már kevesebb perc volt hátra, mindemennyi góllal vezettünk, akkor már biztos volt, hogy meg lesz, és akkor ott már egymást a kis... Az ez egy fölényes siker volt ez a 13 hét, ugye? 16 a vége, és az oroszok ellen ráadásul egy különös bukéja is van, nem? Hát, az előzményeket figyelembe véve meg minden egyéb. Egyébként egy nagyon-nagyon jó rossz csapat volt, nem véletlenül került be a döntőbe, de nagyon érdekes volt, hogy a meccs előtt, hát nyilván feszült voltam, és odajött a Tom Hold, aki az ausztrál pólónak egy ikonja, mint sokszoros válogatott játékos, és tudom, 20 évig volt szövetségkapitány, és azt mondja, mit izgulsz? Hát mondom, mit izgulok, olimpiai döntő lesz 15 óra múlva. Azt mondta, hogy még soha nem nyert aranyérmet olyan csapat, aki a selejtezőből jött. És az oroszok a selejtezőből kvalifikálták januárban magukat, talán Hannoverből vagy Berlinből, most nem emlékszem. És azóta azt látom, hogy amit akkor a Tom Holt mondott, az újra meg újra megtörténik, tehát hiába kerül erős csapat az olimpiára ki selejtezőből, végül az nem nyer. Nem nyer. Hát és azért volt itt két... Bocsánat, Gergő, te hogy emlékszel? Én arra emlékszem, hogy te mikor fogtad föl, hogy ezt megcsináltátok 24 után? Én emlékszem arra, hogy Kásás Tamást láttam, amikor nyilatkozott legelőször, azt mondta, hogy hát ő nem érez semmi különöset, csak azt érzi, mint az EB után, és ez föl se fogja igazából.
Két része van a dolognak. Az egyik 14-5 éves korunktól arra készültünk, hogy ez a generáció majd egyszer mikor lehetünk ott. Nagyon jónak éreztük magunkat, nagyon egységesnek éreztük magunkat ifjú junior válogatottban, a klubokban mindenki 15-16 évesen a felnőtt szinten, a profi bajnokságban már játszott és gólokat lőtt. És egy ilyen hatalmas buborék volt 23-28 éves korunkig, amíg oda került ez a generáció, hogy Sydneyben bizonyíthat, hogy így néhány hétnek tűnik utólag az a sok-sok ezer óra munka, amit ott beletettünk, és az, hogy EB-t nyertünk, persze, hogy mi nyerjük az EB-t, hát itt vagyunk, Dénes lett a kapitány, tele vagyunk erről, persze, hogy mi nyerjük a másik EB-t. És sírtam az VB ezüst után 20 és fél évesen, hogy micsoda tragédia, hogy csak VB ezüst, tehát nem lehet kikapni, mi vagyunk a magyar vízilabdázók. És akkor ehhez képest megnyertük, és akkor jött az a furcsa érzés a második ütem, hogy hoppá, most már mi nem a srácok vagyunk, akik lejárnak a Margit-szigetre meg a klubjukba edzeni, hanem mi az olimpiai bajnokok vagyunk, és mindenki mondtak, ez úgy szólított minket, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó, úgyhogy Kis Gergő válogatott vízilabdázó, meg és a többi, 12 hát és utána még sikerült még két aranyat nyerni, erről is érdemesen majd beszélni. Viszont arról még, hogy milyen viszontagságos út vezetett a döntőig, az nem volt olyan sétagalom, mert volt két igaz szűken, csak egy-egy góllal elvesztett meccs is, és többek között egy piros lap is, ami nem gyakran fordul elő egy szövetségi kapitánnál, ez nem volt teljesen volt talán több, jogos talán. Még egyszer volt Rómában a VB-n 2009-ben, de ezek olyan piros lapok voltak, hogy figyelmeztetés ellenére rossz helyen állok. Tehát nem ez a klasszikus piros lap, hogy csúnyán beszélve az ember a játékvezetővel, csak akkor azért kap először egy sárgát, meg utána egy pirosat. Zsűribe sok ember csak azzal foglalkozik, hogy átléped az alapvonalat, miközben az ellenfélnél van a labda, meg ilyen szabálytalanságokat próbálnak az edzőnél észrevenni. A bírók között sem volt egyetértés egyébként, egyik azt mondta, hogy igen, másik, hogy nem. Igen, mert a zsűri vette észre, és elkezdett a két játékvezetés vitatkozni. De mindegy, nagyon érdekes volt, mert azon a két meccsen, amikor nem ülhettem a padra, ezután a piros lap és tiltás után az amerikaiakat megvertük, ami nagyon fontos volt, azzal kerültünk be biztosan a legjobb nyolcba, utána a szerbektől kikaptunk egy utolsó másodperces góllal, és hogyha azt nem kapjuk, akkor más ágra kerülünk, és nem tudjuk soha, hogy mi történt volna. Így kaptuk a negyeddöntőbe az olaszokat, de az előbb szóba került, a Gergő panaszkodva emlegette a VB ezüstöt. Most a VB ezüstnek viszont volt egy olyan tanulsága, hogy sokkal többet segített ennek az aranynak a megnyerésében, mint az előző aranyérmek, mert a VB ezüstöt azt tulajdonképpen én azzal indokoltam, hogy egy nehéz elődöntőt követően 24 óra alatt nem tudtuk megemészteni azt a pozitív élményt, és nem tudtunk azzal, hogy úgy mondjam, késsel a fogaink között bemenni a döntőre, ami kell. És amikor megvertük itt a negyeddöntőben az olaszokat, készültünk a Jugo meccsre, nagy boldogság volt, és akkor nekem beugrott az a VB döntő, és mondtam a fiúknak az öltözőben, hogy csak vacsoráig örülünk, vacsorától már az elődöntőre készülünk. Persze a Gergő, amikor lefújták a döntőt, utána megkérdezte, hogy mester, vacsoráig örülünk? Akkor már nem. Akkor mondom, hát az időnk meg sajnos lejárt, nagyon sokat tudtunk volna még beszélgetni, például arról, hogy mennyi mindent adtatok magának a vízilabda sportnak, hogy megjelentek a gyerekek, szerintem tömegével az úszodákban. És szerintem a második meg a harmadik aranyról is fogunk még beszélni, mikor odaérünk a... Igen, meg Tokióról is olyan jó lett volna, hogy mi lenne, mi lesz, de nem tudunk már beszélni. Köszönjük szépen, és örülhetünk. Köszönjük, hogy jöttetek.